Lezárult a bajnokság, egy csodálatos győzelemmel zárta Ajka a bajnokságot. Milyen volt a mai mérkőzés? Úgy gondolom, hogy az eredmény hűen tükrözte a látottakat, ahogy ezt szokták mondani. Első fél időben egy góllal vezettünk, de már akkor is lehetett érezni, hogy lesznek lehetőségeink, és a második fél időben, főleg itt a hajrában, amire számítottunk is, hogy kondicionálisan és fölénybe leszünk, ezt a csapat jól használta ki, és tényleg hát látványos gólokat szereztünk, ami azért is volt fontos, hogy bár ugye, nagyon nagy célt, hogy visszajussunk a másodosztályba nem sikerült teljesíteni, viszont a fiúkkal azt megfogadtuk, hogy meg fogjuk a mai napon hálálni azt, hogy egyre többen jönnek ki a meccsre, és egyre többen szurkolnak úgy a csapatnak, hogy tényleg érezzük, hogy mellettünk vannak. Úgyhogy örülök is neki, hogy sikerült ma, szerintem ma is, mert azért hazai pályán egy meccs kivételével nagy gondjaink igazából nem voltak ezzel kapcsolatban, de látványos játékkal ilyen arányban nyerni, az mindig öröm. Tehát, hogyha a futballt gólhelyzetre mérnénk, akkor elmondhatnánk, hogy fölényesen nyertünk, bár a 4-0 azért arra is el lehet mondani azt, hogy igen, pláne az utolsó gólunk talán az utolsó 5 másodpercbe született. Igen, tehát ez mindig egy érdekes kérdés nálunk, hogy tél óta, amióta én átvettem a csapatot, arról tudok igazából nyilatkozni, 3-as átlagunk, tehát a rúgott gólok száma, ami mindenféleképpen dicséretes. Amellett egyrészt örömteli is, mert azt jelenti, hogy nagyon sokszor játszunk fölénybe, hogy még több helyzetünk van ennél is, mint amit kihasználunk, és nyerhetünk volna néha nagyobb gólkülönbséggel is, ugyanakkor meg tényleg panaszkodni ilyenkor azért nem nagyon szoktak, de azért ebbe is szeretnénk majd előbbre lépni. Ez azt jelenti, hogy maradsz jövőre a csapatnál, nagyjából ugyanebben a csapattal folytatjátok, vagy vágtok neki a következő szezonnak, és a cél az MB2-ben való feljutás ugyanúgy megmarad. Igen, tehát nagy változások nem várhatóak. Igazából többször is tárgyaltunk az elnök úrral erről, bízunk ebbe a csapatba. Az valószínű, hogy egy-két frissítés az lesz, és ez még mondjuk a jövő zenéje, de egy biztos, hogy ebbe a csapatba nagyon bízunk, és nem akarjuk nagyon igazolni, hogy szokták ezt rossz magyarsággal mondani. Tehát nem akarunk itt 5-6 poszton meg kicserélni fél csapatot, mert nincs rá okunk, meg az is erősítést fog jelenteni, hogy most már azért több, vagyis egy fél éve együtt dolgozunk, és ahogy telik az idő, úgy gondolom, hogy egyre jobbak leszünk. Ezt én is úgy gondolom a lelátóról, holott nem értek a focihoz, de tényleg egyre élvezetesebb mérkőzéseket láthatunk. Ez azt jelenti, hogy nagyjából azért elégedett vagy a csapatoddal, viszont úgy tudom, hogy talán 4-en is távoznak a csapatból? Én erről még nem tudok, meg azért nem is biztos, hogy igaz ez az információ, mert az elnök úr jelenleg is tárgyal a játékosokkal, tehát erre én nem tudok most válaszolni, hogy hányan távoznak. Az viszont tény, hogy mindig őszintén kell beszélgetni, tehát a csapattal nagyon meg vagyok elégedve, nagyon sok olyan új dolgot is felvonultattunk, ami úgy gondolom, hogy egy kicsit a mezőnyt is meglepte, vagy gondolok itt a rúgott gólok számára, ugyanakkor meg szerettem volna akár csak a játékosok, a nagy bravúrt, hogy megelőzni a Kaposvárt. De valljuk be, tehát egy kicsit az mindig nehéz, amikor az ember végig hátrányból, tehát végig üldöző. Ez egy kicsit lélektanilag is megfoghatja a csapatot. Bár úgy gondolom, hogy amikor talpra kellett állni, mindig talpra álltunk. Meg azt is el kell ismerni, hogy azért a Kaposvár rendkívül jó tavasz produkált. Tehát ne vegyük el az ő érdemeiket, mert azt nem szabad, tehát neki gratulálni kell, nekünk meg tanulni abból, hogy itt végig menetelni kell, nem szabad hibázni. Vannak Tirolból is nézőink, és ők írták a mérkőzés alatt, hogy gratulálnak a csapatnak, nagyon szép tavasz zártak, sok góllal. Tehát ezt nem csak a Kaposvárról mondhatjuk el, hanem Ajkáról is, hogy nagyon szép tavaszt produkáltak, és tényleg megörvendeztették az ajkai nézőket a kudarcok ellenére, de hát ilyen a sport, ilyen a futball, hogy nem lehet mindig nyerni. Úgyhogy igazából szerintem tényleg nem kesereghetünk, hanem fel a fejjel és előre. Igen, én is ezt mondom, és hát bízom benne, hogy akik eddig támogattak bennünket, ezután is mellettünk lesznek. Gondolok itt az önkormányzatra, a polgármester úr rendszeres látogatója itt a mérkőzéseknek, de még az edzésekre is kijön, tehát szívén viseli a csapat sorsát, illetve itt az elnök úr is mindent megtesz, hogy egybe tudja tartani a csapatot. Bízom benne, hogy így sikerül, és akkor egy még szebb évet zárhatunk majd. Azt szerettem volna még tőled megkérdezni, de
Kicsit megelőzted a kérdésemet, hogy mennyire vagy elégedett Ajkával, hiszen te vidékről érkeztél, és tényleg egy fél éve vagy itt nálunk. Valamint egyszer te nyilatkoztat, hogy be akarod bizonyítani, hogy te egy NB1-es, NB1B-s vagy NB1-es edző, vagy nem emlékszem pontosan erre a nyilatkozatra. Szeretnéd, hogy a csapat felkerüljön addig? Fel tudod vinni, úgy érzed? Vagy fel tudnád vinni, hogyha ez lenne a feladat? Hát jelenleg ez nagyon nehéz kérdés, tehát én azt továbbra is mondom, hogy én már bebizonyítottam azt, hogy NB1-be hely tudok állni, ha kapok rá lehetőséget, erre utóbbi időkben bár mindig volt megkeresés, de igazából nem az az igazi, ami kellett volna, tehát nem azért, hogy én léptem vissza, de itt mindig több jelölt van, tehát nagyon nehéz oda kerülni, egyre nehezebb. Másik az, hogy úgy gondolom, hogy tehát én Ajkát megkedveltem, meg ahol nyer az ember, ott azt a várost mindig szereti, tehát ez azért edzőknél így van, de egyébként is megkedveltem, meg itt a, nekem nagyon fontos, hogy az öltözőbe úgy tudok bemenni, hogy egy jó alkotói légkör alakult ki, és tényleg akik itt segítik a munkánkat, itt nem szabad elfeledkezni a segítőimről sem, tehát itt az edzőkről, kapusedzőről, de a technikai vezetőkről sem, tehát ez egy közös történet, de jó bejönni, tehát egy ilyen alkotói légkör kezd kialakulni, amiből szerintem jövőre jobban jöhetünk ki. Az más kérdés, hogy tehát azért van egy realitás, először jussunk fel a másodosztályba, utána lehet majd sok mindenről beszélni, de egyelőre ez is rendkívül komoly cél, és hát mindig van rivális, tehát bajnokságot nyerni, az mindig nehéz. Köszönjük és sok sikert neked! Köszönöm szépen! Arra! Így kell nézni, így megfúrsz.